Azzal, hogy nyíltá tette saját egyik nyári versenyét, az Atomkupát, az Atomerőmű Vitorlás szabadidős szakcsoportja mennyiség és minőség értelemben is párját ritkító a nagy mezőn gyűlt össze a Paksiak főadiszállásán a balatonfüledi Koloska kikötőben. Ez egyrészt az eddigi versenyhiánynak volt köszönhető, a másik ok nyilván az volt, hogy éppen egy héttel a Kalóz országos bajnokság megrendezése előtt került sor erre a versenyre. Egy viszonylag kevesebbet vitorlázó, gyengébb felszereltséggel rendelkező párosnak már az is nagy dolognak számított, ha az első 15-20-ba be tudott férkőzni a négy futam összesített eredménye alapján. A nagy rutinnal rendelkező, többszörös Kalóz magyar bajnokok dobogós helyzettek szinte hemzsegtek a mezőnyben. Indultak olyan egységek is, akik más, rangosabb hajóosztályokban versenyeznek, de nosztalgiából, mert hogy ők is annó a Kalózban kezdték, beneveztek az Atomkupára. Az ismert okok miatti itthoni versenystopp, a környező országokban sorra kerülő szokásos versenyek szintén elmaradása automatikusan tovább növelte a résztvevők számát. Nagyon fontos volt ez a fajta atomerőmű kupát megrendezni, hogy a mezőny milyen újításokkal áll, hogyan vitorláznak, hogy egy kicsit bemelegedjenek a jövő heti Kalóz országos bajnokságra. A mezőny nagy része az a első helyezettek között, tehát a top 10-ben van. Igazából annyi vegyítette a mezőny, hogy az NVMS-e részéről egy igen intenzív úgynevezett utánpótlás nevelés folyik, és most a Kalóz osztályban is ezt megtették, és az NVMS-éből ilyen módon indult azt hiszem 4 vagy 5 ifi egység, ami ilyen módon a mezőnynek egy ilyen érdekessége volt. És nagyon szépen vitorláztak, tehát a felnőttekkel teljes mértékben egyenrangú félként vitorláztak. Vagyis van már érzékelhető eredménye annak a sportágfejlesztő utánpótlás nevelő programnak, amit az elmúlt években a Magyar Villamos Művek, az MVM és a Paksi Atomerőmű Vitorlás szakcsoportja elindított itt Balatonfüreden. Az ASE új generációs fiataljai a nyári táborok egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudtak ezen a versenyen részt venni, de a következő, az augusztusi Art Expo-pán ők is feltehetően erős mezőnyben bizonyíthatják majd rátermettségüket. 5-6 egység mindenképpen kiemelkedett a nagy mezőnyből, ő közöttük dőlt el a győzelem. Az utolsó futam előtt már csak a csopaki hajó, benne a lézer hajóosztályban olimpiai kvótával is rendelkező Érdi Máriával volt veszélyes az ötszörös Kalóz bajnok balatonfüredi illetőségű Varja Sándor Kutasi László párosa, akik taktikus versenyzéssel valóra váltották esélyesüket, kellőképpen igazodva az alattomos, kisszeles viszonyokhoz. A trükkös szélben talán mi szerencsésebben jobban találtuk meg azokat a kis változásokat, amivel őket magunk mögé tudtuk szorítani. Egy picivel ezen a versenyen mi gyorsabbak voltunk, mint ők, és a szerencsével sem álltunk hadilábon. Nem ez a fő erőségünk, ez a szélerősség, amiben ma vitorláztunk, de alapvetően aki nyerni szeretne, annak mindenki, mindenféle szélviszonyok között jónak kell lennie. Az ASE rutinos összeszokott egységei közül ezúttal apalánya Mayer Pivadar, Mayer Petra páros szerepelt a legjobban, befértek a legjobb 10-be, ami ebben a nagyon erős mezőnyben dicséretes teljesítmény. A következő verseny az Artex kupán, amit szintén itt Balatonfüreden rendeznek, hasonlóan nagy verseny várható Kalózban, de más hajóosztályokban is. Az ASE szakcsoportja arra is kíváncsi, hogy a findingi olimpiai hajóosztályban már szárnyait bontogató versenyzők Újvári Dénes hogyan szerepel majd. Van a finn osztályban a Dénes, az Újvári Dénes, ő nagyon szépen vitorlázik most a finn, a juniorba, tehát fiatalba, ugye a Stadler Csaba is, úgyhogy hát a Gárdon harmadik volt a Dénes, most együtt edz a Tihanyi hajóegylettel, tehát bízunk benne, hogy a finn osztályban is egy igen erős paksi képviselet lesz, vagy van. Az MVM és az ASE feliratú hajókra, egységekre a jelekből ítélve már nem csupán a Kalóz hajóosztályokban lesz érdemes odafigyelni.